A kis településeken, falvakban élő emberek felzárkóztatása, társadalmi helyzetük javítása, és így a település fejlesztése is könnyebb, ha vannak elhivatott civil szervezetek. Az ilyen alapítványok munkáját különböző pályázatok útján rendszeresen támogatja az állam is. Az ország minden pontján működnek olyan szervezetek, melyeknek célja kifejezetten a hátrányos helyzetűek esélyeinek javítása, legyen szó oktatásról, egészségről vagy foglalkoztatásról. A Nyíregyházához közeli Kálmáházán 2001. június 18-án jött létre ezzel a céllal a Nyírségi Segítőkéz Alapítvány, kezdeményezésére pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 2002-ben a Kálmáházi Teaház, amelyet azóta is az alapítvány működtet. Adódott ez az ötlet abból, hogy itt a településen nagyon sok olyan szolgáltatás hiányzott, amit a lakosság igénybe szeretett volna venni, de ez nem volt elérhető. Nyíregyházára jártak be 2001-be, hogy igénybe tudják venni, hát alapvető szolgáltatásokra kell gondolni, ilyen volt a fénymásolás, nyomtatás, faxolás, irodai segítségnyújtás. Azóta évről évre sokat fejlődtünk, újabbnál újabb szolgáltatásokat indítottunk. Ezt úgy kell figyelembe venni, hogy ez mind hiánypótló szolgáltatás, olyanok, amit a lakosság igényelt. Ezt úgy tudtuk meg, hogy felméréseket végeztünk, kutatásokat, és figyeltük az igényeket, hogy mikor mi. Így jött létre például a családi bölcsőde is, ugye 2011-ben, amikor ugye a szülő szaladgált itt össze-vissza, ment az önkormányzathoz, jött ide is, hogy nem működik bölcsőde, és nem tud elmenni dolgozni, és szeretné, ha valamit csinálnánk, mert az önkormányzat nem lép ebben az ügyben. És így hoztuk létre ugye 2011 évben a bölcsődét, azóta is folyamatosan működik, ugye ennek már 9 éve. És nagyon szeretik a szülők, mert ugye el tudnak menni dolgozni, a gyerekeket biztonságban tudják itt, és a másik előnye, hogy ez nem állami bölcsőde, hanem ez egy családi jellegű, ami figyelembe veszi a család igényeit, a gyereknek a igényeit, és rugalmas. Ebben a bölcsődében 3 fő dolgozik. Nekik olyan végzettségük van, hogy kisgyermekfelügyelő, illetve bölcsődevezető. Jelenleg 7 fő. Mert hogy meg van határozva a rendeletben, hogy a családi bölcsődében maximálisan 7 fő lehet. Van ugye a mini bölcsőde, abban 12 fő, de itt a mi esetünkben ez 7 fő. Emellett kiemelt fontosságú tevékenység a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatásuk elősegítése. Ezért a Teleház olyan közösségi hozzáférési helyként is működik, ahol a távközlés eszközeihez, valamint a számítógépek és a hálózat használatához segítik a lakókat, valamint támogatják őket az infokommunikációs eszközök szolgáltatások megtanulásában. Ez olyan például, hogy jönnek az ügyfelek ide a Teleházba, és önéletrajzot szeretnének csináltatni, ugye, hogy el tudjon helyezkedni, annak az első lépés az önéletrajz beadása. És ez a tevékenység, és emellett ugye az ügyfélkapu használat, mert manapság már sok mindent az ügyfélkapun kell intézni, és ez szolgálja az álláskeresési segítségnyújtást. Az alapítványnál 2 alkalmazott IT-mentor, e-tanácsadó és számítógépes oktató feladatokat lát el. Az ő munkájukat további 12 önkéntes segíti. Az így nyújtott szolgáltatásokat nem csak Kálmáháza, a környező települések lakói is igénybe veszik. A nyári tábor is működik már 2010 óta. Itt figyelembe vettük azt, hogy vannak ezek a nagyon hátrányos helyzetű gyermekek, az árva gyermekek, őket is fogadtuk már, illetve a helyi iskolások, akik Kálmáháza településen járnak általános iskolába, azoknak sem volt megoldott a nyári elhelyezése, és így gondoltuk, bevállaljuk. Itt is olyan segítőink működtek közre, akik közösségszervezők és egyéb ilyen gyermekfelügyeleti tevékenységet végeztek már, és nagyon jól segítették a nyári tábornak az zökkenőmentes üzem működését. Alapítványunk pályázati forrásból gazdálkodik, tehát amit mi elvégzünk tevékenységeket, az túlnyomó rész pályázatokból valósul meg.
Ezek a pályázatok nagyrészt támokos pályázatok, de vannak hazai pályázatok is, ilyen például a NEA. Ezt minden évben beadjuk, hál' Istennek nagy sikerrel meg is nyerjük, úgyhogy, és ezeket a forrásokat mindet a hátrányos helyzetűek részére fordítjuk. A Magyar Falu Program falusi civil alap keretében 2020-ban meghirdetett civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című a program pályázatán 5 millió forintos támogatást nyert az alapítvány. Hogy ugye több lábon tudjunk működni, és a forrásainkat minél több helyről tudjuk összpontosítani, így elkezdtük már, és ez még csak a kezdet, szeretnénk bővíteni, gyógynövény termesztés. Itt közmunkásokat dolgoztatunk, nem kell nagy területre gondolni, mint egy 300 ölnyi a kezdésnek, ez úgy gondolom, hogy megfelelő, és itt többféle gyógynövényünk van már, van kamilla, van borsmenta, van levendula, van körömvirág, van kapor, van zsája, úgyhogy ezek úgy gondolom, hogy egy kezdésnek megfelelőek, és a további lépés az lenne, hogy a feldolgozás, szárítás, csomagolás és értékesítés. És ezen dolgozunk, megint olyan pályázatokat keresünk, ami biztosítja ennek a megvalósításának a forrásait. A jelmondatunk segíts, hogy másokon segíthessünk, mert a mai világban úgy gondolom, különösen ebben a járványhelyzetben nagyon-nagyon fontos a másik emberen való segítségnyújtás, mert nagyon sokan elesnek a munkától, nagyon sokan sok mindentől elesnek, és így a megélhetésük nincs biztosítva. És bármilyen kis segítség jól jön az embereknek.